Rövid ünnepi köszöntéssel és már hagyományosan az új kenyér megáldásával kezdődött a 10. Széphalmi településnap, melyet a hétvégén tartottak a városrészben élők. A Sátoraljaújhelyi önkormányzat nevében Dankó Dénes alpolgármester tartott ünnepi beszédet, aki Szent István államalapító rendelkezései és a mai önkormányzatiság közötti párhuzamról beszélt. Az általa hozott törvények gyakorlatilag a mai napig fellelhetők, igaz moderne formában, jóval több paragrafusba szedve. Mit értek ez alatt? Ma nem vágják le annak a karját, akit lopáson érnek, de megbüntetik. Nem termény formájában kell adót fizetni, de egy ország működéséhez elengedhetetlen a közös teherviselés. Talán ezt a gondolatmenetet továbbfűzve közelíthetünk egy kicsit szűkebb hazánkhoz, Sátoraljaújhelyhez, Széphalomhoz. Mert a rend fenntartása és a közös teherviselés nem csak azt jelenti, hogy a vétkezőket megbüntetik és áfát fizetünk a megvásárolt termékek után. Én ide sorolom azt is, hogy odafigyelünk egymásra, odafigyelünk környezetünkre. A színpadon helyi művészeti csoportok adtak műsort, így társastánc, néptánc, szavalat és musical egyaránt szerepelt a kínálatban. Este a spanyolországi Malagából érkezett táncosok szórakoztatták a közönséget. Szeretném megköszönni a fellépők és a közönség vendéglátásában Fortunyák Józsefné, Nezácki Éva, Svéd Lászlóné és Ferkó László munkáját, valamint Szabó Lajos részönkormányzati képviselőnek a munkáját mind a szervezésben, mind a lebonyolításban. A település részi önkormányzat az új kenyér mellé megvendékelte a Széphalomban élőket.